Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Szadai Faluház történelmi kávézójába. Ez az első alkalom, amikor egy ilyen keretben összejövünk. És nagy-nagy szeretettel köszöntöm mindannyiunk nevében dr. Varga Kálmánt, aki a mai este vendége. A Széchenyiekről és a Nagyszentkéi kastélyről fog nekünk mesélni, de mielőtt belevágunk, nagyon örülök, hogy már mindenki kicsit teázott, kávézott, úgy elindul ez a hangulat. Szeretnénk pontosan azért megtalálni ezt a keretet, amiben nem egy ilyen nagyon feszes előadásmódban vagyunk jelen, hanem beszélgetünk a Kálmán felvezető gondolatai után. Nem kell mondanom a dátumot, március 13-a van, gyakorlatilag ezt az estét március 15-e előestéjének gondoljuk és szánjuk. Hát ezért is a témaválasztás, nyilván a Széchenyiekről nem véletlenül döntöttünk, úgyhogy első között fogunk beszélgetni. Mielőtt belevágunk, látjátok, hogy az asztalokon különféle csészécskék, kannácskák, kanalacskák, pohárkák. Nagy szeretettel köszönöm meg azoknak, akik a mi felhívásunkra szinte már másnap úgy döntöttek, hogy összecsomagolják a ide nem teszem, oda nem teszem, kidobom, nem dobom gondolatokkal megtartott kis csészéket, és most nagyon boldog vagyok, mert azt gondolom, hogy így méltó körülmények között tudunk ezekből a jó szívű adományokból tehát és kávét kínálni, tehát az előadás után is lesz mód még, meg kérem is, hogy maradjatok, hogy maradjanak velünk, és hogyha van még gondolat, akkor nyilván ilyen kérdés formájában ezt Kálmánnal meg lehet majd beszélni. Úgyhogy nagyon-nagyon szép estét kívánok, és kérem Varga Kálmánt, hogy vegye át a terepet. Hát köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek. Tényleg megtiszteltetés, hogy én nyithatok meg egy ilyen sorozatot, amit Zsóka említett. És egy picit rendhagyó módon azzal kezdeném, hogy miről nem fogunk ma este beszélni, vagy miről nem folytatunk diskurzust, bár én szívesen állok elébe. Ugye március 15 kapcsán kezdődik ez a sorozat Széchenyivel, nem fogunk beszélni március 15-e heroizmusáról. Tehát arról a hevületről, amely szintén egy kávézóból indult el tulajdonképpen, és hát a nemzeti ünnepeink során ezerszer meg fognak erről emlékezni. Nem fogunk Széchenyiről általában beszélni, mert azt hiszem, hogy a legnagyobb magyarról mindenki nagyon-nagyon sokat tud. És nyilván azt is tudja, hogy Széchenyi végig a reformkor során tulajdonképpen egészen más irányt szabott volna a magyar történelemnek, mint Kossuthék, és amikor eljött március 15, aztán pedig az áprilisi törvények ideje, akkor Széchenyi beállt a sorba, viszont nyilván ezt is tudják, alig néhány hónapig volt a Batthyány kormánynak a minisztere, 48. szeptember elején nem mondom azt, hogy megbomlott az idegrendszere, de olyan állapotba került, hogy a döblingi elmegyógyintézetbe került, és tulajdonképpen a forradalom és szabadságra az egész ideje alatt ő már nem vett részt az eseményekben, sőt utána sem, egészen haláláig, 1860-ig ott töltötte az időt. Inkább arról lesz szó, ami talán kevésbé ismert Széchenyi Istvánról, hogy mi mindent próbált ő meg egészen prózai dolgokat a Nagyszentkéi kastélyában,
ami egyébként a magyar civilizatórikus fejlődésre bizony nagyon erős hatással volt, csak mi nem ezt az oldalát ismerjük Széchenyinek, mi ismerjük a Lánchidat, ugye, meg a lótenyésztést, meg sok minden mást, de talán azt a kis szegmensét az ő életének, amelyben ugyanolyan előfutár volt és progresszív gondolatokat közvetített, talán ezt kevéssé ismerjük. És ennek az apropóján véltem én úgy, hogy talán, ha a Nagycenki kastély, amelyről megint csak mindenki tudja, hogy nemzeti emlékhelyünk, ugye a Széchenyi kultusznak egy fontos helyszíne és bázisa, a Nagycenki kastélynak bizonyos rejtelmeiről próbálunk valamiféle képet kapni, és ezzel közelebb hozni Széchenyinek talán elfeledett vagy kevéssé ismert néhány érdekes gondolatát. A családról és a Széchenyiekről bátran bele lehet kérdezni menet közben, tehát ne zavarja önöket, hogy én itt hadonászok és előadok. Talán nagyon röviden annyit, hogy ugye szintén egy 18. században fölemelkedő családról van szó, bár a korábbi időszakban, tehát a 17. század végén is már adtak komoly egyházfiakat az országnak, és a Széchenyi Antal volt az első lényegében, aki katonatiszt volt, tehát főtiszt, Mária Teréziának volt ugye az egyik katonája, aki részt vett a számtalan örökösödési háborúban. Tulajdonképpen az ő időszakától számítjuk azt a periódust, amikor a Széchenyiek úgy Isten igazából kiemelkednek, és az ország politikában is egyre jelentősebb szerepet visznek. Ugye a Széchenyieknek három fő családi bázisuk volt, az egyik Fertő Széplak, aki arra jár, ugye Sopronhoz meglehetősen közel, Nagycenkhez is közel, Fertő Széplak, ami egy magtárra alakított kastélyként áll így, ilyen lepusztult állapotban. Ez egyébként Széchenyi Ferencnek, tehát Széchenyi István apjának, a Nemzeti Múzeum alapítójának a szülőhelye, és talán egy kicsit szégyen, hogy ma ez az épület így áll. Tehát Fertő Széplak volt az egyik családi bázis, a másik pedig Horpács, a Sopron Horpács, aminek ugye megint meglehetősen viszontagságos története volt. A dolog lényege, hogy ma ugye egy meglehetősen rossz állapotban lévő együttesként, de a Nemzeti Kastély programban benne van a felújítása. És ugye a harmadik volt, vagy a harmadik ilyen rezidenciájuk, Nagycenk, és ugye ez a dátum azt mutatja, hogy Széchenyi Antal a család leszármazottai között ezt a három rezidenciát, illetve hát a hozzájuk tartozó uradalmat osztotta föl, és akkor annak az ágnak, amely ugye Széchenyi Istvánt is, tehát amelynek leszármazottja Széchenyi István, ezt az ágat Nagycenkhez kötötte. Nagycenkről az első ábrázolásunk a 19. század közepéről való. Széchenyi Antal, aztán az ő ugye fia, Széchenyi Ferenc, tehát a mi Istvánunknak az apja, volt az, aki ezt a kastélyt megépítette. Korábban volt itt egy majorság épület, annak a bővítésével, emelet ráépítésével alakította ki ezt a kis rezidenciát. Legyünk őszinték, ez a kastély és a későbbi állapota is azért olyan, amellyel olyan nagyot nem virított a korabeli építészet, tehát pláne, hogyha nemzetközi összehasonlításban nézzük ezt a kis együttest, akkor elmondhatjuk, hogy igazából a közepes kastélyaink közé tartozik, és ugye vele szemben az a gyönyörű allé, ami ma is látható. Tehát az ő nevéhez fűződik az első épület kialakítása, amiben természetesen a főúri enteriőrök mellett szalon, kápolna, egy kis színházterem is egyébként, és hát minden, ami a kiszolgáló egységek között, a konyhától kezdve az istállóig, meg kell, hogy legyen egy ilyen együttesben, ez megvolt. Tehát Antal alakította ki, aztán az ő ugye apja, a Széchenyi családban volt egy leánygyermek, aki festegetett, rajzolgatott, nem maradt fönt tőle mű, viszont fényképekről ismerjük. Hát ilyen kellemes, kis idillikus képeket rajzolt a saját családjáról, a Széchenyi Ferenc és ugye Julianna, tehát a mi Istvánunknak a két
szülője, és hát a Ferenc idejében alakult ki az a barokk szerkezetű, tehát ez a már érett barokk szerkezetű kastély és annak a kertje, ugye itt van a kastély, hogyha meglátják, amit egyébként a 70-es években rekonstruáltak is, és Magyarországon jelen pillanatban is az egyetlen rekonstruált barokk, ugye mértani kialakítású kert. És hát az ő időszakuk az, amikor úgy azt építik meg, amit nagyjából ma is látunk. Széchenyi Ferencnél volt egy fontos szempont, és ő nagyon komolyan elgondolkodott azon, hogy ezt a kastélyt bővítse, hiszen ebben az időszakban, ugye az 1750-es, 60-as, 70-es években szinte újjáépül az ország a török és a kuruc háborúk után, és a főúri világban, az arisztokrácia köreiben épülnek a legszebb világi rezidenciák. Több mint 200 kastélyt emelnek ebben az időszakban, és hát ugye egyre reprezentatívabb együttesek születnek. Széchenyi Ferenc is gondolkodott ezen. Neki voltak olyan tervei, és ebből meg is maradt néhány, amely a kastély együttesnek hát többszörös bővítésével számolt. Volt egy nagyon jeles osztrák, ausztriai származású építész Hefele Mennyhért, aki Szombathelyet is kiépítette, meg azt a környéket Vas megyében, azzal ő készítetett is terveket, és hogyha, hát azt sajnos nem tudom bemutatni, de hogyha azt látnánk, akkor olyan nagy reprezentatív, szinte bécsi palotákkal vetekedő kastély tervei bontakoztak ki rajta. Végül is Széchenyi Ferenc úgy döntött, hogy a birtokai jövedelmét nem a kastélyba fogja ölni, ellentétben a környék néhány más főúrával, hanem az úgynevezett saját gyűjtemények gyarapítására fordítja. Tehát ugye az ő mondjuk így megszállott vagy vallott, tehát a hitvallása az arról szólt, hogy a nemzetet kell szolgálni, és ezt, ennek az egyik lehetséges formája egyfajta kulturális vonal, amikor gyűjteményeket alapít. Ugye a könyvtára, akkor ugye a numizmatikai gyűjteménye, a képgyűjteménye, és még lehetne sorolni. És ezeket a gyűjteményeket kezdte el a birtokai jövedelméből fölállítani, amelynek aztán a vége ugye az lett, hogy 1802-ben megajánlotta a Magyar Nemzeti Múzeum alapítását, és az ő gyűjteményei szolgálták ennek a múzeumnak, amiből aztán az országos Széchenyi könyvtár is kinőtt. Ugye aztán később még számos múzeum vagy szakmúzeum, például az iparművészetibe is található ilyen kollekció. Ugye ez Széchenyi Ferenc nevéhez fűződik. Tehát ő ahelyett, hogy reprezentatív kastélyegyüttest épített volna, gyűjteményeket hozott létre, és azt ebből aztán kinőtt egy nagy nemzeti kincs tulajdonképpen. Széchenyi István ugye 1791-ben született, és hát egy cenken nevelkedett. Amit el lehet mondani, és ez semmiféle, hogy mondjam, szépítés nincsen ebben, és hát ugye Széchenyinek is a későbbi naplójegyzetei, meg egyéb források is ezt mutatják, hogy egy nagyon meleg, bensőséges családi légkör jellemezte a nagycenki kastélyt. Ugye ez is egy olyan ábrázolás vagy kép, amit az egyik családtag készített abból az időből. Hát ő lenne Széchenyi István egyébként, itt ez a picinke gyerek. Ugye, tehát ez 1790-es évek eleje, ott a nevelője, ugye Széchenyi Ferenc, Festetics Julianna, meg a lányok, meg hát a másik srác, ugye. És tulajdonképpen itt nevelkedett végig Széchenyi, és ebben a meleg légkörben teltek el az első évei. És hát ahogy nőtt, ugye nem akarok nagyon az életrajzába belebonyolódni, imán tudják, hogy először katonai pályára próbált menni. Ez nem volt ritka egyébként, pláne a másodszülött fiúknál. A katonai karrier az egyik lehetséges kitörési pont volt, sőt, bizonyos értelemben az egyetlen, a másik az egyházi lett volna, de hát ő ezt választotta. És nyilván arra is emlékeznek, hogy Széchenyi nagyon sokáig a katonai pályán akart maradni, és ugyan elérte a huszártiszti, a kapitányi rangot,
és szinte megőrült azért, hogy ugye Első Ferenc volt ekkora az osztrák császár és magyar király, hogy előléptessék ebből a státuszból, de ezt soha nem tudta elérni. Tehát ő neki az első években vagy évtizedekben tulajdonképpen a katonai karrier volt, a hadvezetői karrier volt a jövendő hivatásának a ne továbbja, és talán nagy szerencsénk, hogy nem léptették elő. Ugye jól lehető, ugye a lipcsei népek csatájában, amikor Napóleont megverték, ugye 1813-ban, ő neki kulcsszerepe volt, mert egy olyan futárszolgálatot látott el, ami a csata kimenetelére döntő hatással volt, és még ennek ellenére sem léptették elő, és akkor tette le a lantot a katonai pályán, és tulajdonképpen akkortól kezdett olyan közéleti szerepvállalásba, aminek a hasznát a mai napig mi élvezük. Rossz rá gondolni, hogyha ő katona maradt volna, akkor mi lett volna, pláne, hogy a napóleoni háborúk véget értek, tehát viszonylagos csönd volt Európában. Tehát Széchenyinek ebből a környezetből, hogy fölnevelkedett, az első vágya, célja a katonai karrier volt, lehetne. És hát ugye azt is tudjuk, és a mi szempontunkból is ez egy fontos dolog, hogy ő a 1810-es évektől már nagyon sokat utazott, és kimondottan olyan célokkal utazott, hogy abban már benne volt a későbbi szerepvállalása is. Egy óriási utat tett ugye egészen Törökországig, tehát Itálián végig. Naplójában egyébként remek anekdotákat mesél az itt vagy ott élő emberekről. Ugye, és ami a legfontosabb, és a mi szempontunkból is a legizgalmasabb, hogy Angliába. Oda többször is ellátogatott, de 1815-ben volt először, ugye, amikor ez az úgynevezett katonai ábránd, ez megszűnt körülötte. Most aztán volt még, ugye végment a Dunán, tehát nagyon sokfele járt, mint ahogy régen az inasok, ugye, hogy megszerezzék a mesterlevelet, és tulajdonképpen a naplóját vezetve, lehetne, feljegyzéseket készített, sőt rajzokat készített bizonyos dolgokról, nem is keveset, és ugye ha a Czenki kastélyt nézzük, akkor találunk a naplójában olyan rajzokat is, amelyekben, ezek Angliában készült rajzok, amelyekben az angol lakáskultúrát, vagy a higiéniai körülményeket rögzítette, nem csak szövegben, hanem le is rajzolt bizonyos teremelrendezéseket, vagy virágházakat, vagy egy kertnek a modelljét. Tehát ő elkezdte gyűjteni azokat a számára korszerűnek, vagy egy modern világnak számító adatokat és tapasztalatokat, amelyeket aztán esetleg később itthon tud hasznosítani. Ugyanis az ő viszonya nagy Czenkhez azon túl, hogy egy boldog gyermekkora volt, és hát végtelen tisztelettel gondolt a szüleire, ugye, akik a 20-as években haltak meg, és hagyták rá a Czenki uradalmat a kastéllyal együtt. És ugye azzal a tisztelettel, hogy apja a nemzetnek felajánlotta a saját gyűjteményeit, tehát ő egy ilyen kettős, vagy egy ilyen kicsit skizofrén helyzetbe került, hogy ott volt az ősök kastélya, tele tisztelettel, fontos dolgokkal, emlékkel, sok egyébbel, és volt neki egy kibontakozó modern világképe, amely egyre inkább ellentétbe került tulajdonképpen ezzel a világgal, ahogy a magyar világgal is. Az akkori magyar világgal is. Széchenyi anglomán volt. Tehát ugye a Szigetországban találta meg azt a, hogy is mondjam csak, emberi vagy számára természetes és korszerű életvitelt, és mindazt a környezeti elemet, ami ehhez szükséges, ami számára mintaértékű volt. Ugye kevesen tudják, hogy Széchenyi írt egy nagyon izgalmas munkát, ami az életében nem jelent ugyan meg, de halála után igen. Ez volt a cím, hogy Pesti por és sár. Volt ennek egy ilyen eredeti munkacím és jobb lak címmel.
és tulajdonképpen ebben a munkájában ő az építészettel kapcsolatos hitvallását rögzítette, elsősorban angol példák alapján. Nem fogom én ezeket most egészen részletesen elmondani. A lényeg az, hogy ha valaki ezt a munkát elolvassa, akkor egyfelől olvassa azt a kritikát, ami az akkori magyar lakásviszonyokat és a főúri kastélyok iránti véleményét, vagy azzal szembeni ellenérzéseit rögzíti. Másfelől olvassa mindazt, amit hogyha név és cím nélkül idézetként ma kitennénk az interneten, akkor mindenki azt hinne, hogy a legmodernebb lakáskultúra elméletét rögzítette valaki. Számára az angol építészet volt a minta, a tágas, világos megformálással, ugye természetes fényekkel, azzal az élettérrel, amellyel ugye Angliában ő találkozott, egy teljesen polgáriasult, laza, és hát majd látni fogjuk a higiéniai követelményeket maximálisan tiszteletben tartó, kiépítő építészeti kultúrának. És azt is valószínűleg kevesen tudják, hogy ő fogalmazta meg először a nemzeti építészetnek a gondolatát, ami aztán ugye Lechneréknél öltött a század végén valójában testet, és születtek meg az első ilyen kategóriába vagy stílusba sorolható épületeink. Ő volt az, aki azt mondta, hogy a nemzeti építészetnek az alapja a gótika Magyarországon is. Most nem részletezem, hogy mi mindenért. Ugye tehát az a fajta könnyedség, finomság, legyezőszerűség, és mindabból fakadó ugye a nemzeti múltat is ápoló díszítmények, egyebek, amelyek a nemzeti építészetet majd alkothatják. Tehát azt is mondhatnánk, hogy egy eszmei előfutára volt ennek. Azért csak kiragadtam egy-két részletet a naplójából, hogy vélekedett ő ugye osztályos társainak a lakhelyeiről. Hát ugye Fertődön járt, az a szomszédban van, Nagycenk mellett ugye. Hát ezt írta. Ezt írta arra együttesre, amelyet ma is egyébként a barokk rokokó legszebb együtteseként tartunk számon. Ugye, vagy egy másikról nem mondom a nevet, hogy kiről szól ez, hogy él egy főnemes, hogy mennyire összekeverednek ezekben az öreg épületekben az intim szféra terei, meg a közösségi terek, mennyire nincs higiéniai, mennyire, hogy ott bűzölög az árnyékszék a lépcsőház alatt, hogy az istálószaga bejön, és hagyd ne soroljam. Tehát meglehetősen kemény ítéletet mondott ezekről akkor még ugye javarészt barokkorban épült kastélyokról, és hát, hogy a saját otthona sem maradjon ki, hát a sajátjáról, tehát ő ezt írta. Tehát ugye, amikor ő elmerült a közéletben 1815 után, és jószerivel ugye Bécs, Pozsony és Buda, illetve Pest háromszögben mozgott állandóan, és ugye ritkán ment Cenkre, akkor körülbelül így érezte magát, és azt lehet mondani, hogy ez a fajta, hogy is mondjam, csak környezet, ez nem csak az ő kastélyára volt jellemző, ez általában jellemző volt, csak ma a reprezentációt látjuk leginkább benne. Azt írja egy helyütt a naplójában, hogy állandóan töpreng ugye Cenk helyzetén, hogy mit kéne vele csinálni, ott vannak az ősök, ott vannak a gyűjtemények, még egy része, ugye ott van apa emléke, ott van a nagy elődök emléke, sok egyéb. És ugye volt egy másik fontos szempont, ez a közélet, hogy állandóan utaznia kellett. Tehát egy helyütt elkezdte számolgatni, hogyha útra kell ő, és különösen amikor később ugye házasságra lépett, akkor ez mit jelent? Hát ugye a korabeli viszonyok között ugye leírja, kiszámolja, hogy ahhoz, hogy ő mondjuk Pestről elmenjen Bécsbe, és ugye útbe ejtsett szenket, 12 kocsival kell menni, hogy mindent vigyen. És aztán mit tudom, két hét múlva meg ugyanez vissza, aztán el Pozsonyba, aztán nem tudom mi. Tehát rettenetes költségeket jelent az utazás, mert közben azért ugye, tehát édesanyja halála után, 1824 után
tényleg minden gondja az uradalomnak, a nagycenki uradalomnak a nyakába szakadt, és ugye ezekkel is törődni kellett, és hát a levelezés is azért állandóan ugye változott, hiszen ő is állandóan utazott, tehát nem lehetett mindent levélben intézni, tehát kellett menni bizony Cenkre. Rettenetes költségeket emésztett fel az utazás, ugye. És hát a magyar út viszonyok, erre nem is szólva. És ezért ő egy ideig gondolkodott azon, hogy Cenket valahogy le kéne építeni, és valahol itt Pest környékén, mert ahogy a reformkorban haladunk előre, ugye egyre inkább Buda és Pest válik a politikai centrum, már egyre több az ottani dolog, ott indul ugye a kaszinó, a lóversenyek, sok egyéb. Végül is az 1830-as évek elején kezd azon gondolkodni, hogy Cenket mégiscsak ki fogja építeni, és hát a döntő elhatározás, ugye, amikor Cressanszal összeházasodik, akivel már korábban legalábbis volt egy plátói szerelmi viszonya, ugye Zichy Károlynak a párja, akit meglehetősen, hát egy udvarhű politikus volt Zichy Károly, ugye országbíró, meg hasonló, de meglehetősen kellemetlen sorokkal illet általában, lehet, hogy a féltékenység is belejátszott, a fene tudja ma már, de a lényeg az, hogy amikor összeházasodnak, akkor Nagy Cenket megpróbálja átalakítani. És úgy dönt, hogy a középső épületrészt, ugye, amit az elődök emeltek, azt lényegében érintetlenül hagyja. Nem bántja, nem építi át, hanem magának épít egy külön szárnyat, ahol, vélte ő, meg tudja teremteni az ő ideájának, meg azoknak az eszméknek a megfelelő életteret, amelyet ő ugye korszerűnek, modernnek tartott. Na most, ha ma elmegyünk a kastélyba, akkor ugye, ha szemben állunk, tulajdonképpen ez a jobb oldali emeletes szárny az, ami az ő nevéhez fűződik, ez a legkorábbi ábrázolás róla, szintén a 19. század közepéről, hát ez a mai állapot, és hogyha a belső udvar felől nézzük, akkor ugye ez a szárny az, amit ő. Most, hogyha itt letakarnánk a kastélyt, bár nem egészen ugyanaz, ott az angol minta egy picit jobban érzékelhető, nem egészen ugyanaz, de akár egy ma épült háznak is tekinthetnénk ezt a részt. Tehát egy új szárnyat épít, szintén egy korai ábrázolás. Ugye érintetlen a kastély, ha tovább megyünk, akkor itt van a ma is működő lovarda istálló rész, talán emlékeznek rá, ugye az átjáróval a kápolna már megszűnt, és akkor ugye itt van az ő rezidenciája, előtte még egy kis üvegházzal is egyébként, aztán készül egy nagyobb üvegháza a hátsó részen. Tehát tulajdonképpen ez az első olyan ábrázolás, ahol Széchenyi bővítéseit, hát amennyire lehet, ugye viszonylag teljességében láthatjuk. Átalakítja a parkot is, ugye itt a kastély, itt megy most a 84-es út, vagy 85-ös, már nem is tudom, ugye itt jövünk ma be, barokk kert van, ő egy angol kerté alakítja át egyébként ezt, abban a korszakban ugye ez a természetes, tehát ugye a barokk mértani, szigorú, rendszerű, kertekkel szakító stílus, ez is angol kert, ugye így nevezik, így alakítja át magát a kastélyparkot is, ugye ez a központi épület, ez az ő szárnya, ez egy kiszolgáló épület, ami aztán ott részben később készült el. De, és akkor itt egy picit belemennénk valamibe, hogy ennek a térképnek ugye nagy forrásértéke van, de van itt egy kis mozzanata, kis részlete, ugye amit megpróbáltam kinagyítani, ugye Schöpfmaschin, egy kis épület, ez egy kinyerő gép, vagy tehát valami ilyen fordítás, lényegében egy gázfejlesztő ház.
Ugye a gázvilágítás az, ami ekkor kezd divatba jönni Európában, tehát nem is divatba, ez is egy angol találmány. Ugye Londonban már az 1800-as évek elején itt-ott elkezdenek gázzal világítani. Magyarországon, tehát Pest-Budán, 1850-es években, és arra viszont nincs példa, még Európában sem, hogy egy kastély világítását így oldják meg. Széchenyi szó szerint átcsempészett a határon egy ilyen gázfejlesztő készülék modellt. Nem volt ez kis, tehát ezért börtönbe zárhatták volna. Tehát ugye Anglia nagyon féltette a maga találmányait, szellemi termékeit, és szó szerint átcsempészte, volt olyan vámos, le is fizette, meg nem tudom micsoda, és az alapján készítettek egy gázfejlesztő készüléket, annak építettek egy házat. Ugye ez, én nem ismerem a technikát, de szénből nyerik valahogy a gázt egyébként. Tehát, és első ízben Magyarországon bevezette a park gázvilágítását. Tehát erről ugye kevesen szólnak. Azt érdemes még talán hozzátenni, hogy intézményt Magyarországon először 1838-ban világítottak gázzal a Nemzeti Színházat. De olyan büdös volt, és olyan gyenge fénye volt, hogy a nézők kimentek. Tehát annyira nem sikerült a dolog. Széchenyi is megcsinálta, és a kastélyban is gázvilágítás volt ebben az időszakban. Hát ez nem az, ami a kastélyban volt, mert azt nem tudjuk, de a korban ilyen gázlámpákat használtak belső terekben. Tehát az első fontos ilyen újítás, amellyel, ha úgy tetszik, megelőzte a korát, hát a főúri társait a kastélyokban végképp, az, hogy bevezette a gázvilágítást a Nagycenki parkba és a kastélyba. Egy kis pillanatfelvétel, hogy mi mindent csinált ő még ezen kívül, tehát a szárnyat, amit hozzátoldott az épülethez, azt ő az angol elvek szerint építette föl belül. Tehát ebben volt neki a saját intim lakosztálya, külön elszeparáltan könyvtár, meg egyéb ilyen dolgozóhelyiségek. Ugye a közösségi helyiségeknek ott volt a régi kastély nagy terme, illetve egyéb kisebb közösségi terei, és aztán majd mindjárt lesz a higiéniáról. És aztán megépítették ezt a pálmaházat a hátsó fronton, ez kávézóként működik manapság, ha működik egyáltalán. Legutóbb már be volt zárva. És hát itt néhány olyan képet látunk, hogy rendezte be a dolgot. A lényeg az, hogy az utazók, akik erre jártak, és a kastélyba bementek, fogadták őket, azok leírják, hogy milyen úri kényelemmel berendezett kastélyban vannak, és hogy Európában, itt most a kényelemről van szó, tehát nem feltétlenül reprezentációról, hogy Európában egyre inkább terjed ez a fajta, elsősorban a, hogy is mondjam, csak a nem a fényűzést, a fennhéjázást szolgáló belső térkialakítás, hanem a kényelem, a polgári mentalitás az, ami uralkodik a belső kialakításakor. És az egyik utazó, egy porosz fickó volt ez, aki megjárt a kastélyt, hát tőle vettem egy-két idézetet, illusztrálva azt, hogy ugye az angol mód szerint, tehát mindenütt az angollal találkozunk, a brittel találkozunk. Ugye azt tudjuk, hogy Széchenyinek a ménesét angol lovász gondozta. A kertésze, a főkertésze angol volt, tehát minden angol volt körülötte, és hát természetesen a környezete is. És talán még azt érdemes hozzátenni, hogy ugye itt nem csak a kastéllyal törődött ő, hanem abban az uradalomban, ami a kastélyhoz tartozott, tehát az ő uradalmában is megpróbálta azokat a fontos újításokat bevezetni,
amelyeket az országos politikában, vagy az országfejlődése szempontjából fontosnak tartott. Tehát például a selyemhernyó tenyésztést, az első uradalmi ilyen telepet az ő nagycenki birtokán hozták, de több ezer eperfát telepített azért, hogy a selyemhernyó, ugye a textilipar egyik fontos feltétele, valahogy meggyökeret veljen itt is. Mehetnénk tovább, mert most jön egy-két érdekesség. Hát ugye a korban a higiénia, a lakáskultúra, hát hogyha egy főnemes, vagy egy főúr, vagy egy hölgy tisztálkodott, vagy valami, hát ugye körülbelül ilyen, nagyon ritkán marad meg erről kép, de itt megmarad, hogy egy hölgy tisztálkodik. Ugye a kastélyokban, de hát a polgári világban sem, akkor nem voltak fürdőszobák a kastélyokban. Általában dézsával oldották meg, vagy valamilyen külső közfürdői lehetőséggel oldották meg a dolgot. És hát Angliából kezdett elterjedni a fürdőszoba, mint olyan, tehát egy fontos higiéniai kellék. A magyarországi kastélyokban, és egyébként a királyi rezidenciákon, tehát például vagy a császári kastélyokban, tehát például a Burgban, vagy a Schönbrunnban is, a század legvégén, vagy a 900-as évek elején válik általános a fürdőszoba. Ugye ez egy angol minta, ugye káddal már, WC-vel, ugye mosdóval, és hát minden, ami pláne a hölgyek számára fontos lehet. Széchenyi ebben az új szárnyban elsőként alakított ki fürdőszobát a kastélyban. Itt látunk egy képet, ez nem az, mert sajnos ugye az elpusztult, de hasonló. Egy medencés, zuhanyrózsás fürdőszoba volt, amely meleg vízzel lehetett zuhanyozni, tehát volt hozzá egy olyan melegítő szerkezet is, amely ezt lehetővé tette. Ez egy későbbi kép, ez a Füzéradványi kastélynak egy félig megmaradt fürdőszobája az 1880-as évekből, de hasonló lehet, tehát a leírások alapján, meg az ő napló feljegyzései alapján egy hasonló fürdőszobát alakíthattak ki, lépcsővel lehetett lemenni, márványmedencével is, nem tudom mivel, és hogy ezt a kultúrát, vagy ezt a higiéniai fejlettséget ő egy picit szorgalmazza is, ezt se nagyon tudják, a Fertő Tavon az első nyilvános fürdőházat ő hozta létre 1839-ben, ami lényegében azt jelentette, hogy különböző ilyen boxok voltak, tehát ilyen öltözőszobák, egyebek, amit kvázi bérbe lehetett venni, és akkor ki volt jelölve a strandrész, és akkor lehetett fürödni. Fajra, nemre, társadalmi hovatartozásra tekintet nélkül természetesen, tehát ennek az egésznek az ilyenfajta hatása, hogy most kinek van kiváltsága, kinek nincs, nem volt, tehát ez szellemiségében is, ha úgy tetszik, akkor egy úttörő vállalkozás volt, hogy nem volt a főurak számára elkülönítve, vagy nem tudom, a kézművesek, vagy a parasztok számára. Tehát az ő általa megépített szárnyban elsőként jelenik meg Magyarországon a fürdőszoba, miközben a későbbi, tehát évtizedek telnek el, mire aztán honossá válik, ugye a főúri kastélyokban, sőt az uralkodói rezidenciákban is ez a fajta eszköz. Mehetnénk tovább. És ennek van egy fontos eleme, ugye, hát hogy végzik a dolgukat ebben az időszakban. Hát ez egy karikatúra a 18. század legvégéről, egy részeg társaságnál próbál mondjuk pisilni az egyik delikvens, természetesen mellé talál, vagy hogy mondjam, ugye a Billinek közelébe sincs. Ugye, ha megnézünk 19. század előtti ábrázolásokat, ugye váraknál, ugye kastélyoknál, vagy még kisebb épületeknél. Ez például egy 17. századi ábrázolás részlete, ugye, ahol kitolja a fenekét, de így van, és akkor
tehát a várárokba az úgy. Tehát ez a módja. Ez akkor nem volt egyébként ilyen megmosolyogni való dolog. Tehát ez a fajta kultúra, ez sehol nem volt. Ugye, tehát... És hát mi, ugye az angol WC, ugye a water closet, az tehát az angol találmány. Tehát ez az öblítéses WC. Ugye ezek még ilyen úgynevezett, már fejlettebb bútrok, tehát ezek ugyanúgy nem angol WC-k, hanem ugye, bilik, csak megfelelő bútorzatban vannak csomagolva, meg az utazásokon is hasonlókat vittek egyébként magukkal, van az időszakban. Még nem az angolok kitalálták ugye ezt a fajta öblítéses rendszert, ami csatornázást is feltételez természetesen, és szaktalan. Tehát ugye Széchenynek az egyik mániája volt, ezerszer leírja, hogy az öreg kastélyok, ugye a főúri társai, azok rettentő bűzbe élnek. Tehát ugye ezek a pottyantós valamik, ugye, és akkor ott bűznek a kastélyba, meg egyebek. Angliai útján még le is rajzolja, hogy a fenében működik. Ugye egy ilyen szerkezet, hogy ugye a víz hogy jön, hogy megy föl, hogy elzárja a rossz, kellemetlen szagokat, egyebeket. És hát ugye ez a dolog azért annyira fontos volt akkor, hogyha emlékeznek a Hindenburg című filmre, ugye abban bemutatja Széchenyi a működését, még az úgy, egy szivar darabot bele dob, és akkor lehúzzák. Egyébként csodák csodájára az a ilyen fajta öblítéses WC, ami természetesen azért egy ilyen bútorban van szintén csomagolva, ez megmaradt. És egy gyűjtő felújította. Ez az, amit Cenken használtak, ami ugye tudomásunk szerint elpusztult, de mikor előkerült egy ilyen romos állapotba a környéken, akkor ugye ebben vannak bizonyos cégjelek, tehát amiket lehet ellenőrizni, hogy vásárolták, vagy nem tudom, micsoda. És kiderült, hogy valóban ez a Széchenyinek a kastélyban volt eredeti WC, és föl is újították egyébként. Hát nem a kastélyban van, hanem a gyűjtőnél. Tehát ez egy díszlet viszont, ezt nem tudom, hova kerülhetett, de a lényege ugyanaz, hogy az első angol WC-t, öblítéses WC-t Magyarországon Széchenyi a saját Nagycenki kastélyában építette be. Ez se nagyon, nagyon tudjuk. Mikor 1840-ben ő befejezte a Cenki építést, és tulajdonképpen azon túl, hogy akkor az ősök kastélyát szinte érintetlenül hagyva, ugye, és ez a tiszteletét, meg a megbecsülését meg is mutatta, megépítette a saját szárnyát, hát olyan hírekelt, hogy egy parlamenti küldöttség Deák Ferenc vezetésével ellátogatott 1840. augusztus 20-án, tehát István napon ellátogatott Cenkre. Ez a kép ugyan az akadémia alapításának a képe egyébként. De azért tettem ide, mert a leírások szerint egy ilyen fölfokozott hangulat jellemezte az ottani két napot, mert ugye ott is aludtak az országgyűlési képviselők, és hát beszédek hangzottak el, és méltatták, és nagy ebéd volt, és sok egyéb. Tehát azért a korabeli Magyarországnak a reform politikusai ebben a néhány apróságban, hogy gáz és fürdő és mosdó és nem tudom mi minden, azért fölismerték a fejlődésnek egy nagyon érdekes modellért kezdeményezését. Aztán, hogy legyen ennek egy pandanja, ugye később meglátogatta őt három Habsburg főherceg, ugye ő a későbbi Ferenc József, aki uralkodó lesz. Ellentmondásos, Széchenyi nem is ír róla, de a vélhető adatok szerint nem volt Nagycenken, amikor ezek betoppantak. Tehát
Lehet, hogy ez tudatos volt, lehet, hogy nem, a jó ég tudja már. Lényeg az, hogy a három herceg is megnézte ezeket az érdekes újításokat, aztán kaptak egy emléktáblát, ők még nem kaptak emléktáblát, ugye, és aztán elmentek. Tehát azért a korabeli érdeklődés megvolt a Kiscenki birtok és kastély iránt. Jól lehet, mondjuk az országos politika szempontjából, vagy nagyon a reflektorfényben az ilyenfajta apró mozzanatok nem voltak benne. Ugye Széchenyi, amikor Döblingbe került, utána már onnan ki sem mozdult, lényegében Cenkre sem jött el. Ugye 1860-ban a fiai örökölték ezeket a birtokokat, és tulajdonképpen például a fürdőszoba, vagy a mosdó, ugye, vagy a gázfejlesztő házacska és a gázvilágítás, az még évtizedeken keresztül működött a kastélyban. Jól lehet, az ő utódai közül kerültek ugye nagyon jeles magyarok, mint Széchenyi Zsigmond például, de igazából már a Széchenyi család annyi fele ágazott el, olyan sok lett a Széchenyi, ezt az egyik család történetét földolgozó Széchenyi Viktor egy nagy könyvben egészen pontosan le is írta, hogy gyakorlatilag szétszóródtak a világban a Széchenyiek, és talán ez is oka annak, hogy még egyszer olyan nagy formátumú személyiséget már nem adtak a magyar világnak. És ugye 45 után, hát itt súlyos frontharcok zajlottak, hát így nézett ki 45-ben, és egészen a 60-as évek elejéig a kastély. Ugye ez a Széchenyi szárnya. Ugye Széchenyi, ugye ez csak egy döblingi kép ott a galambokkal. Tehát 45 után majdnem, sőt, több mint 20 évig, mert a 60-as évek legvégén kezdődött meg valami mocorgás, az akkori műemlékvédelem kiáltott vészjeleket. Pusztult, egyszerűen pusztult a kastély, és természetesen minden berendezése is szétszoródott, hát ugye amit meghagytak mondjuk az átvonuló csapatok 45-ben, azt a lakosság szétszórt, elvitte. Tehát gyakorlatilag a mesztelen falak maradtak ebben a szárnyban is, elpusztult minden, ami Széchenyi idejéből maradt. Ekkor pusztult el egyébként az a kis gázfejlesztő házacska is a parkban, maga a park is egyébként. Tehát egy nagyon szomorú sors jutott osztályrészül a kastélynak, és hát ennek az emléknek is még nem az 1970-es évek legelején született döntés arról, hogy akkor már egy picit enyhült ez a fajta gyűlölet mondjuk az arisztokrácia iránt, és hát ugye azért Széchenyi ebben mégiscsak egy kimagasló személyiség volt. Akkor kezdtek el azon gondolkodni, hogy egy Széchenyi emlékmúzeum legyen Nagycenken, hiszen egyébként ott van a családnak a kriptája is, ugye a mauzóleum, ott is van eltemetve Széchenyi István is, és akkor kezdődött el egy hosszú évekig tartó, de hát végül is a mai állapotot elérő emlékmúzeum kialakítása. Az sajnálatos, ugye, hogy mivel minden berendezési tárgya elpusztult, a főépületet még lehetett korban, stílusban hasonló bútorokkal, meg ugye bizonyos emlékanyagokkal pótolni, viszont a Széchenyi féle szárnyban annyira nem maradt semmi, hogy a helyreállítás során, tehát ha ma oda megyünk, akkor semmit nem látunk a fürdőszobából, vagy a vízvezetékrendszerből, vagy az angol WC-ből, tehát abból a sok-sok újításból, meg abból a belső téri kialakításból, sőt már az ablakok sem olyan, hogy is mondjam, olyan méretűek és olyan megoldásúak, tehát a belső világítás sem olyan már, hiszen összeszabdalták a tereket, mint az ő idejében. Tehát abból a világból már semmit nem találunk, pedig lehet, hogy a hazai ilyen civilizációs fejlődésnek egy nagyon érdekes modelljét lehetne
egy olyan kisugárzó modelljét, amely először itt honosodott meg, és amely aztán a későbbi főúri építészetben mintaértékű volt. Egy például Nádasladány, Nádasdi kastély. Ugye nádasdiak ismerték Széchenynek ezt. Nádasdi kastélyban ugyanúgy, meg 1870-es évekről beszélünk, megjelenik a fürdőszoba, a mosdok, belső telefonhálózat, és hagyd ne mondjam, ugye olyan különleges fűtési rendszerek, amelyet Széchenyi is kísérletezett, de végül is nem vezette be. Tehát egy kisugárzott azért ez a kis cenki kezdeményezés, de sajnos ebből mi ma már semmit nem látunk. Viszont ennek ellenére, ugye nagy cenk számunkra, mégis a Széchenyi családnak és ugye Széchenyi Istvánnak az emlékhelye, úgyhogy még az 5000-esre is rátettük. Köszönöm szépen!